Riogató költségvetési terv beismerő helyett végül a kevésbé rossz harmadik változatot fogadták el, ezt mondta a pécsi költségvetésről a terület fideszes országgyűlési képviselője. Az irrealitás költségvetését fogadták el, ami a középső tervezet volt, amelynek tekintetében ezt a 2,4 milliárdot visszatörleszti az állami előlegbe a városvezetés, és bizonyos szimbolikus kérdésekben megszorításokat kezdeményeznek. Megszorítják például a városi közműcégeket, kötelező befizetést rendelnek el feléjük, ahelyett, hogy ők ott bérre fordítanák, vagy pedig korszerűsítésre ezt az összeget. Ez adott esetben sajnos a közszolgáltatások növekedésével is járhat, de a balliberálisok mindig is ezt csinálták, növelték mindig a rezsi tételeket. Hoppár Péter szerint 2,5 milliárdos plusszal zárt a város. Ez a folyamat várható a következő években is, így vissza tudná fizetni az önkormányzat a kormányzati kölcsönt néhány év alatt. Ezt a politikus szerint a szocialisták idején a városi cégek hozták össze, például Expo Center buszok kiszervezése, városi képtár felújítása, aminek 4-5-6 milliárd mínusz volt az ára a városi költségvetésben. Ennek ledolgozásához kellett a kormányzati támogatás. Hoppár Péter szerint azonnal tárgyalásokat kell kezdeményeznie Péterfi Attilának a kormányzattal a tartozás átütemezéséről.